Laidlow in a Grand Theft Auto! Sziasztok, Öncök, és itt a FIFA 22 Akadémia Legenda, a Creator Club Sam Martin Rivas sorozat 36. része. Ebben az epizódban, ha minden igaz, be fogjuk fejezni februárt a Lechia Gdansk és a Wisla Krakow ellen, és akkor márciust kezdjük a Lech Poznan ellen, és még lesz két meccsünk márciusban, és aztán megint egy nagyon hektikus április következik, ugye a Puchar Krajov elődöntővel, aztán lesz itt derbi is. Hű, hát nem lesz lusta áprilisunk, az minden igaz. Így fogunk felállni a Lechia Gdansk ellen. Hruška, Strobel, Mouton, Lejeune, Gorski, Kuruma, Long, Dombrovski, Bartal, Kosti, Feri, Szent Martin Grivald, Lechia Gdansk. Megint mi kaptuk a legtöbb gólt. Cheers. Az tényleg nem segít, hogy előző epizódban 10-et kaptunk két meccsen, de don't care. Turmus, Cyril Hruška. Sisse szöglete. Negyed óra telt el. Érkezik a büntetőpontra Kuruma. Cyril Hruškának kell kitolnia. Ferri. Gorski a másik oldalon. Long. Marcus Long! González. Dombrovski szöglete. 29. perc. Ferri a célzott! És hát az valahogy befejelte. Én teljesen elvártam, hogy González azt legalább megfogja, vagy elüti. Nem tette meg. Umberto Ferri góljával vezetünk a 30. percben. Kuruma. Marius Dombrovski, nincs les! González pedig véd. Marius Dombrovski szöglete, 63. perc. Lejeune a célzott, érkezik is Lejeune! De nem találja el fejessel a kaput. Nagy. Érkezik Gorski, középen ott van Kosti. Nagyon jó a beadás és nagyon jó a befejezés. Negyed órával a vége előtt valószínűleg bebiztosítjuk a győzelmünket. Georgios Kosti, az biztos, hogy több mint 50. gólja ebben a sorozatban. Ő is csatlakozhat esetleg egy nagy százas klubhoz, nem is olyan távoli jövőben. A lényeg az, hogy jelenleg Grivald 2, Gdansk 0. Úristen, több passzon volt, mint az AI. Ez is rohadt ritka. Mor, érkezik Mouton. Mouton és Lejeune ma hibátlan volt. Ez teljes szívvel ki tudom mondani. Miközben Marius Dombrovskit indítja a csereként, beérkezett Bingwen Yuan. Hosszún ott egy ember, Barta fejel mellé. Kiváló kezdés az epizódra, 2-0-ás győzelem a Lechia Gdansk ellen Kosti és Ferri góljaival, és hát ahogy ezt mondtam még a mérkőzés vége előtt pár perccel, Mouton és Lejeune az ma hibátlanok voltak. A vége, és azt egy clean sheet-tel jutalmazza nekik az Isten, a futballisten. A vége, Szent Martin Grivald 2, Lechia Gdansk 0. És hát akkor egy kisebb tesztelés lesz ez a mérkőzés, a negyedik helyezett Slask Wrocław ellen. Ezt majd a mérkőzés végén elmondom, hogy mit akartam tesztelni. Hruška, Strobel, Mouton, Lejeune, Gorski, Kuruma, Long, Abdulla, Barta, Potier, Feri a kezdő 11, Slask Wrocław, Szent Martin Grivald. Potier, nem tud betörni. Ki akarok törni? Mondja utánam, ki akarok törni? Bergier, Janasik, azt nagyon jól csinálta a hazai csapat, felteszem a kezemet, ez gyönyörű volt. 26. perc, vezet a Slask Wrocław. Bergier, jó labda. Oké. Valaki egy kicsit közelebb, please. De onnan előről valaki lépjen már vissza. Akkor ne lépjetek vissza, I don't care. Jó, oké. 37. perc, Marcus Long góljával 1-1. Bergier, óvatosan a 16-oson belül Emil. Oh, Emil, love you. Potier. Marcus Long duplázott a csapatkapitány mellé. Keresztbe érkezik Mouton, és a sajnos büntető. Marcel Moutonnak nagyon jó napja van ma, de hát elkövet egy hibát és ad egy büntetőt a hazaiaknak. Hát ez egyértelmű, közöse volt a franciának a labdához. Prasselik végzi el a büntetőt. Amit Hruška kiszed, nem láttam, hogy hova néz, nem tudtam, hogy hova lövi, de érzésből kiszedtem. Marad az 1-1. Nem én szedtem ki, hanem Cyril Hruška, de érthető. Prasselik. Középen nyes, Jastrzemski. Les. Potier, Abdulla középre, Barta! 2-1! 72. perc, hát azután, hogy 5 perccel ezelőtt úgy nézett ki, hogy mi fogunk hátrányba kerülni, mi kerülünk előnybe. Tomáš Barta mutatja a hátán a nevet, amit már ismerünk. 2-1 Grivald!
Kane nem jött vissza Lashről, az érdekes. Newton fél el. Schwartz. Kane. Oh, oldalháló. Strobel rávágja Praselikre, de így is jó, mert kicsorog a labda és a mérkőzésnek vége. Hát akkor, hogy mi volt ez a teszt? A teszt az volt, hogy az összes, vagyis hát nagyrészt az összes olyan játékos kiraktam a kezdő 11-ből, akik a sorozat eleje óta itt vannak, tehát amikor először csináltuk a klubot, generálta a játék, és beraktam olyan játékosokat, akik az akadémiába jöttek fel, vagy meglettek vásárolva, és fiatalok. Mert a Puchar Crajuba olyan játékosokat raktam ki, akiknek a nagy része 21 alatt van, és eljutottunk az elődöntőig. És most is kikerültek olyan játékosok, mint Dombrovski vagy Kosti, és megnyertük a mérkőzést. Nem tudom, ki kezd el itt. Ki kezd itt el kapizsgálni, hogy miről van szó. Én lehet, hogy kezdem. Minden esetre a vége, Slask Wrocław 1, Szent Martin Grivald 2. Az utolsó scouting adagok jöttek vissza. Ha jól tudom, még az utolsó adagból. Szóval ugorjunk bele fejjel. Hát nem szúrta ki senki a szemem, szóval ennyi volt ez a scouting, és akkor videó után kiküldöm a scoutokat, ha jól tudom, akkor már az újabb adagokba. Hát lehet azt mondani, hogy a tavalyi két szezon bajnoka a legpoznyán idén nagyon alul performál, jelenleg egy ponttal van mögöttünk a 8. helyen. Így fogunk felni a legpoznyán ellen. Hruška, Strobel, Mouton, Lejeune, Gorski, Kuruma, Long, Dombrovski, Barta, Kosti, Feri, legpoznyán Szent Martin Grivald. Damani Kuruma felé. Pakrovski. Mouton megint közel volt ahhoz, hogy odaadom egy büntetőt. Aztán Lejeune nagyon rosszul fejelt bele, de aztán a lövés szerencsére elkerült a Cyril kapuját. Mouton. Kosti indítja Umberto Ferrit. Nagyon indítás. Befejezi az olasz, befejezi hát. 24. perc. Előny Grivald. Ferri kapja Krumától. Umberto Ferri. Bednarek. Perccel a fédő vége előtt Dombrovski szöglet. Lejeune fejel. És aztán Joel teszi bele a fejét és rakétázza ki egy újabb szögletre. Pakrovski, Balua, Cyril Hruška. Az lesz. What? Állj egy másodpercre. Hát sajnos nem. Gorski bejátszotta. Pedig olyan rohadt jól tartottuk magunkat. 1-1. Honnan a faszomból találtatok ennyi energiát? Mihelyest kiegyenlítenek, minden nekik kedvez. Hát ez egy kicsit most egy csalódás. Mert olyan jól tartottunk magunkat 1-0-nál, de aztán jött az egyenlítő gól. Aztán egyszerűen hozzá se tudtunk férni a labdához. Egyszerűen minden passzunk rossz volt, minden lepattanó labda a hazaiaké lett. De nem kaptunk ki. Ez pozitívum, viszont nincs meg a 9 pontból mind a 9. De 9 pontból van 7, ami tökéletesen jó. A vége legpoznyan 1, Szent Martin Grivald 1. Hát a tabellán nem sok mindent jöttünk azután, hogy veretlenül húzzuk le ezt az epizódot, de az biztos, hogy pontokban sokat mentettünk, mert az epizód kezdete előtt 7 pont volt köztünk, és az első helyzet Pogonszeszin ellen, most csak 3. Szóval meg tudjuk-e fordítani ezt a szezont? Nem a második felében, inkább az utolsó 3/4-ében. Hogyha ezt így fogjuk folytatni, akkor féljen a top 3. Ennyi volt viszont a 36. rész, hogyha tetszett, akkor öbbetek egy lájkot, iratkozzatok fel, én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!